Soha nem látott népszerűségnek örvendenek a diákhitelek. Az évendégi részében több mint 60%-kal igényelték többen a szabad felhasználású diákhitel egyet, mint tavaly ugyaneddig, míg a képzési díjra fordítható kettes számú verzióra 30%-kal nőtt az igény. A május eleje óta elérhető kamatmentes, szabad felhasználású diákhitel plusz pedig több mint 13 ezeren kérték. Közülük 10 000 igénylőnek már folyósították is a kért összeget. Azt látható, hogy ez a tendencia marad a diákhitel központnál, akkor idén mindegy 40 ezer új ügyfél számára tudunk valamilyen segítséget nyújtani. Több mint 30 milliárd forint értékben fog a diákhitel központ kölcsönöket, hiteleket nyújtani a hallgatók számára. Ezzel azt lehet elmondani, hogy 2001 óta nem volt ilyen magas kihelyezése a diákhitel központnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében a diákhitel központ és a kormány célja jelenlegi helyzetben az, hogy ne nőjön a felsőoktatási lemorzsolódás anyagi és pénzügyi okok miatt. Azt látni kell, hogy a járvány okozta gazdasági helyzet miatt nagyon sok diák veszített el hirtelen a diák munkáját, vagy a gyakornoki munkáját, több mint 30%-uk egyébként. Nekik nyújthat egy gyors, és remélhetőleg csak átmeneti segítséget ez a diákhitel plusz, ami bevezetésre került. A napokban arról is döntés született, hogy továbbra is mélyponton 1,99%-on marad a diákhitel egy kamata, és a következő fél évben is kamatmentesen vehető fel a diákhitel 2 és plusz. A járványhelyzet idején utóbbi bevezetése mellett arról is döntött a kormány, hogy a hallgatók az előző fél évre visszamenőlegesen is igényelhették a diákhitel egyet. Ezzel a lehetőséggel több százan éltek is. A vezérigazgató elmondása szerint, akik az utolsó napon június 15-én kérték, 2 héten belül megkapják az összeget. A diákhitel pluszt nyáron is lehet igényelni. A hiteleket felvenni készülőknek több nyáron életbe lépő változásra is fel kell készülniük. Augusztus 15-től több mint duplájára emeli a diákhitel egyben a havonta igényelhető összeget. Ez eddig 70 ezer forint volt havonta, és most augusztus 15-től 150 ezer forintra emelkedik. Ami nagyon fontos, hogy a diákhitel plusznak van egy másik lába is, ami augusztus közepétől fog élesedni, hiszen a kormány arról is döntött áprilisban, hogy 1,2 millió forintot kaphatnak szintén szabad felhasználásra, szintén kamatmentesen azok a hallgatók, akik a struktúraváltó felnőtt képzésekben fognak részt venni. Ezekről a képzésekről bővebb információt az Innovációs és Technológia Minisztérium fog rövidesen közzétenni. Tehát akik ezekben a felnőtt képzésekben fognak indulni, jellemzően egyébként ezek államilag támogatott ingyenes képzések lesznek, ott még a hallgatók kaphatnak 1,2 millió forint diákhitel plusz is a diákhitel központtól. Magyar Péter emlékeztetett arra is, hogy az édesanyáknak a második gyermek után elengedik a diákhitel tartozásuk felét, illetve a harmadik gyerek megszületése esetén a teljes összeget. Ennek köszönhetően tavaly több ezer anyuka mentesült több milliárd forint megfizetése alól.